Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk a kezdők alkalmát. A múlt hetekben először az imádkozásról beszéltünk. Az imádság során mi beszélünk Istenhez. Aztán az ige olvasásról beszéltünk, hogy az ige olvasás során Isten szól hozzánk. És beszéltünk arról, hogy a megtért hívő újjászületett embernek lelki családra, közösségre van szüksége, és hogy ebben a közösségben adja meg az Úr a növekedést, és a szolgálatot is, hiszen a szolgáló helyünket is kijelöli, úgy az egyéni, a családi, mint a közösségi szolgálatot. Ma pedig az egy Istenről fogunk beszélni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly téma, és komoly ismeretekre van szükségünk, hogy tisztába lehessünk Isten fogalmával, hogy a világi emberek, akik ellenállnak, hogy azokkal meg tudjuk ismertetni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, az egy Istent. A Szent Háromságról nagyon kevesen szoktak beszélni, pedig Isten Atya, Isten Fiú és Szent Lélek. És amikor imádkozunk, és úgy imádkozunk, hogy Uram, Úr az Atya, Úr a Fiú és Úr a Szentlélek, akkor tulajdonképpen az egy örök igaz Istent szólítjuk meg, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság az nem három darab Isten, és nem három darab Istenbe hiszünk, hanem egy Isten van, egy Istenben hiszünk, akinek három megnyilvánulási formája van, az Atya, az örökkévaló Isten, a világteremtője, a mennyei Atyánk, a Fiú, a testre töltött Isten, és a Szent Lélek, akit elküldött az Úr Jézus, az Atya lelkét. Ugye azt mondja, hogy jobb néktek, hogy elmenjek, hogy elküldjem a vigasztaló Szent Lelket, amely bennetek lakik, és nálatok marad. A Fiú az Atyától és a Szent Lélektől született. Ugye Szűz Máriát a Szent Lélek árnyékolta be, és Jézus Krisztus így fogantatott. Jézus Krisztusnak, a teste töltött Istennek kettős természete volt, isteni és emberi természet, és az Atyával egyenlő, olvassuk a János evangéliumába is levelébe. A Bibliából ezt a kettősséget állapíthatjuk meg, isteni és emberi természete volt Jézus Krisztusnak, mindabban rendelkezett, amivel egy testi ember, és a Szentlélek teljessége volt benne testileg. Amikor Jézus önként vállalta az emberért a testetöltést, és az Atya küldetését, a szenvedést és a kereszthalált, akkor születésekor Krisztus kisebbé tétetett az angyaloknál is, szolgai formát vett fel. Sokan vádolták Jézust, az írástudók, a farizeusok, a törvénytisztelő emberek közül sokan. Sokan pedig az életére akartak törni, és meg akarták ölni. A János evangélium a 14. részébe ezt olvassuk. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyának mondotta, egyenlővé tette magát az Istennel. Jézus így válaszolt ezeknek az embereknek a szavára és indulataira. Nem hiszed én, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik. Ő cselekszi-e dolgokat,
higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. János evangélium a 14. része, 10. verséből olvastam. Tehát Jézus és az atya egy. Egyrészt az atya kisebbé tette őt az angyaloknál, azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Zsidókhoz írt levél 2. része, 9. verse. Jézus küldetése az volt, hogy az életét adja a bűnös emberért. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten adta az ő fiát, testet öltött azért, hogy a tökéletes áldozattal megmentse az embert a bűneiből, a kárhozatból, és hogy az Úr új élettel ajándékozzon meg, és hogy Isten országának a polgárai lehessünk, aki elfogadja Krisztus kereszthalálát, és odaadja az életét az Úrnak, az átélés megtapasztalja, hogy itt a földi élete során is Isten országához tartozik, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében élhet. Másrészt önként vállalta Jézus a kisebbé tételt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmányul, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Olvassuk a Filippi-beli levél 2. részében. Jézus úgy vált emberré, hogy isteni kiléte is megmaradt, ő Isten fia, kettős természet, ember fia, Isten fia, testet öltött, de maga az Úr, és az ő szent lelke teljessége volt benne. És akkor most a mai témánk, hogy először arról beszélünk, hogy kicsoda az Atya. Hiszen az örökkévaló Isten teremtette ezt a világot és a világ mindenséget, ő előbb volt, mint ez a világ, örökké volt. Amikor Mózes megkérdezte tőle, hogy Uram, de hát ha elküldesz engem, hogy kihozzam a népet a szolgaságból, a rabszolgaságból, akkor mit mondjak? Ki küldött engem? Mi a te neved? És az örökkévaló Isten azt mondta, hogy vagyok. Ami azt jelenti, hogy öröktől fogva vagyok, voltam, vagyok és leszek. És amikor ez a világ már nincs, amikor a föld elmúlik, Isten akkor is az örökkévaló lesz. Hogy ez mit jelent? A számomra azt jelenti, hogy az örökkévaló Isten mindenek fölött való Úr, az élet Ura, belőle származik az élet. Az örökkévaló Istent, a Teremtő Istent a Szentírásból lehet megismerni, minden ember megismerheti,
akár az Ószövetséget olvassa, akár az Új Szövetséget, természetesen mind a kettőt párhuzamosan is lehet olvasni. Mi a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint Ószövetségi igét is olvasunk, és Új Szövetségi igét is minden nap, és nekem nagy örömet jelent Isten igéje, amikor az Úr kijelenti magát, és megértem az igének a szavát a saját életemre, és annak az örökkévaló igazságát mindannyiunk életére. Az Úr, ami mennyei atyánk, teremtett minden embert, és csodálatos módon az igéből úgy ismerhetjük meg, a János levele első részéből, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Kezdettől Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet van az emberek világossága. János levele első része. Az örökkévaló Isten, az Atya, a mennyei Atya, a Teremtő Isten minden időbe, a teremtés kezdetétől fogva kijelentette magát, megjelent az embernek. Ádámmal és Évával beszélgetett, szólította őket, amikor elbújtak előle a bűneset után. De Ábrahámnak is kijelentette magát, Jákobnak, Izsáknak, a prófétáknak, Izrael népének az ő szolgáin keresztül, és az Isten félő embereknek is. Nagyon csodálatos a Mózes könyvét, ahogy olvastuk, amikor Ábrahámnak mielőtt szólt az Úr, hogy menjen ki a holdimádók közül, arra az ígéret földjére, amit Isten neki ígért, és az övéinek. Ami nagyon meglepett, hogy a Mózes könyve 11. rész 31. versében egy Mózes, ezt olvassuk, felvevi Táré Ábrámot, az ő fiát, és Lótot, Árámnak fiát, és unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrahámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Ur-Kasztimból, vagy Kánaán föl, hogy Kánaán földjére menjenek, és eljutának Háránig, és ott letelepedének. És itt leírja az ige, hogy ez a Táré, aki Ábrahám atya volt, 205 esztendeig élt, és meghalt Háránba. Nagyon meglepő, hogy nem Ábrahám volt, akinek először szólt az Úr, hogy el kell hagyni a bálványimádó földet, hanem az édesapjának, Tárénak, aki fogta őt is, és a meghalt fiának a fiát, Lótot, az unokáját, és minden hozzátartozóját, és kiindultak, hogy egy idős ember erre vállalkozik azért, mert Isten szólt, és ő megtette. És amikor Háránban eltemették Tárét, akkor Ábrámnak szólt az Úr, hogy eredj ki a földedből, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és csodálatos ígéreteket adott az Úr. Az Úr, amikor kijelenti magát, akkor nem csak megmutatkozik, hanem ad egy konkrét vezetést az életútról. Így volt Ábrahám életébe, így volt Izrael életébe, a mai napig így van a hívő ember életébe. A mennyei Atya a kijelentés Istenje, és nagyon nagy áldására volt Ábrahámnak az engedelmessége,
azt mondja az Úr az ígéretébe, ha te ezt megteszed, amire kérlek, akkor nagy nemzetté teszlek, ez volt az első. A második ígérete, hogy megáldalak téged. Harmadik ígérete, hogy felmagasztalom a te nevedet, ismertté teszlek. A negyedik, hogy áldás leszel, és hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Nagyon csodálatos, hogy Isten az ő kijelentésével az áldásáról is biztosít. Testvérem, vajon te ismered-e az örökkévaló Istent, a szerető mennyei atyát, akit azért mondhatunk atyánknak, mert Jézus meghalt értünk. Mi Jézusért mondhatjuk az örökkévaló Istent a mennyei atyánknak. Nagyon sokan nem szeretnek beszélni a mennyei atyáról, mégpedig azért nem szeretnek róla beszélni, mert nem tudnak mit kezdeni az Isten atya fogalmával. Nagyon sok embernek idegen, hogy Isten a mennyei atya. Azért nehéz ezt kimondani, mert esetleg otthon a családban az abba képhez sokakban nem valami bizalomra indító, meleg, szeretetteljes érzelem kapcsolódik, hanem fájdalmas, nehéz, rideg, bántó emlékek sokasága. Pedig minden ember ezen a világon, aki létezik, a szíve mélyén arra vágyik, hogy az élet forrását megismerhesse, magát az Urat. Azt a szeretetet, ahogyan Isten az embert teremtette, és a saját képére is hasonlatosságára. Nagyon sok embert a cinizmusnak, a keserűségnek, a fájdalomnak, a haragnak, a szomorúságnak rengeteg rétege borítja, hogy időtlen idők óta nincs kapcsolata, és nem tud kapcsolatba kerülni az élő Istennel. Aztán vannak emberek, akiket nagyon hajt valami, amit el akarnak érni, ugye a karrierközpontú élet, meg kell dolgokat valósítani, a jól kell élni, ahhoz meg kell teremteni a körülményeket, hogy ebben a hajtásban és rohanásban nem jut idő, energia kapcsolatba kerülni az élő Istennel. De én úgy gondolom, hogy minden teremtett embernek, aki még nem tudja magáról is, szüksége van arra, hogy találkozzon az élő Istennel, aki teremtette, akihez tartozik. Az ember úgy elevenedett meg a teremtéskor, hogy a porból formált embert Isten az ő lelkét lehelte és megelevenedett. Olyan nagyon egyszerű ez, hogy az ember belássa, hogy az Úr teremtménye és az Úrhoz tartozik. Lelkészként szoktam néha temetni, és a temetés során, ha urnás temetés van, akkor ott van előttünk a por, és mindig eszembe jut, hogy hát hiszen azt tanultuk, hogyha a tétel egyik fele igaz, akkor a másik is igaz. Itt a por, akkor nyilvánvaló, hogy az embert Isten porból teremtette. De az az örökké való rész, ami Isten lelkéből való, az örökké él, és nem mindegy, hogy az Úrral, vagy Istentől távol egy rettenetes sötétségben, fájdalomban, nyomorúságban. Ezt meg se tudjuk fogalmazni, de csodálatos dolog, hogy az Isten lélek és az ő lelke az öröktől van, és örökké van, és ami az emberből az Istenhez tartozik, a lélek, az is a porhüvely elhalásával nem hal meg, hanem visszatér
a Teremtőjéhez. Hogy kicsoda a mennyei Atya, ahogyan én megismertem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy kijelentette magát nekem, azt tudom mondani, hogy a kegyelemnek, az örök szövetségnek az Istene, örökké való hatalmas Isten, aki mindenek felett uralkodik, aki minden hatalom menjen is földön, minden testnek is az ura. De a csodálatos abban, hogy Isten lehajol a tehetetlen emberhez, és szövetséget köt vele. Örök szövetség Istene. A szövetség azt jelenti, hogy valami módon összeszövődik az ember élete az Isten életével. Ezek a szálak kötik az embert a szerető mennyei Atyához, és az Atya pedig annyira szerette az embert, hogy örökösévé fogadta az embert. Az örökös olyan valaki, ugye, aki egyszer majd mindannak a gazdagságnak a birtokába fog jutni, amelyet az örökhagyó a számára hagyott és amelyről rendelkezett. Ez az Atya nevébe történik, hogy az Atya az ő gazdag mennyei örökségét ráírja annak az embernek a nevére, aki az ő fiának, Jézus Krisztusnak az áldozatát elfogadva megtért, és odaszánta az életét az ő szolgálatára. És nincs annál nagyobb boldogság, mint avval a tudattal élni, hogy az Úré vagyok, hogy az ő népe vagyok, hogy hozzá tartozom. Ez igen nagy boldogság, és az öröm már itt a földön is bennünk van, hogy egy újjászületett ember Isten országának a polgára, mert az ő szövetségének az örököse. Testvérem, ismered a kegyelem örök szövetségének Istenét? Mert az Úr neked is kijelenti magát. Még néhány dolgot összeírtam a mennyei Atyával kapcsolatban, nem a teljesség igénye szerint. Ugye az Úr mindenkinek kijelenti magát, és mindenki életébe, és mindennek ő a kezdete és a vége. Ezt olvassuk a Jelenések könyve 21. részébe. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. És én a szomjazónak, az élet vizének forrásából adok ingyen. Az Úr akármilyen hatalmas, nagy és teremtő Isten, a legnagyobb gondja van az emberre, arra az emberre, aki vágyakozik utána. Az Úr kijelentette magát, hogy örökkévaló Isten, aki van, aki vala, és aki eljövendő. Erről már beszéltem, hogy Isten minden testnek az Ura. Egy nagyon gyönyörű ige, amit sokszor szoktam idézni a hitem megerősítésére, amit az Úr maga mondott az apostolon keresztül, ahogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Korintusiakhoz írt első levél 6. részébe találhatjuk meg ezt az igét. Elküldte az Atya az ő fiát és az ő szent lelkét azért, hogy az bennünk lakozzon, hogy templommá lehessen az életünk. De nem a magunké vagyunk, sem a testünk, sem a lelkünk, hanem az Úréi.
Istennek az a neve, hogy féltő, szerető Isten, és Izrael népének ezt nagyon sokszor kijelentette, hogy ne legyenek bálványaid, hanem hogy az Urat, a te Istenedet imád, és néki szolgálj. És a 2 Korintus 6.18-ban ezt olvassuk: leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiammá és leányaimmá, és azt mondja a mindenható Úr, aki győz, annak az Istene leszek, és az fiam lesz nékem, olvassuk a Jelenések könyvébe. Csodálatos, hogy több helyen is, a Krónika könyvébe is olvassuk, hogy fiammá lesztek, és én atyátok leszek, és hogy aki győz, annak én Istene leszek. Van-e Istened? Hiszel-e Istenbe? És ami még nagyon csodálatos néhány gondolat, hogy kijelentette magát az Úr, hogy ő a gondviselő mennyei atya. Jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, mondta az Úr. De az Úr gondviselő szeretetét a sareptai özvegyasszony történetéből is megismerhetjük, ahogyan gondoskodott, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogyott, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesbült. Én nagyon sokszor átéltem az Úr gondviselő szeretetét, hogy pontosan tudja az Úr, hogy mire van szüksége, még mielőtt én azt elmondanám. Isten kijelentette magát, hogy ő lélek és nem test. És aki testésen gondolkodik, és csak a porttest világba él, az nem érti meg Istent, és nem is hisz az Úrban. Éppen ezért mondta Jézus, hogy szükséges, hogy lélekbe és igazságba imádjuk őt. Minden ember szívének a legfőbb vágya megismerni, megtapasztalni Isten atyai szeretetét. Én úgy gondolom, hogy erre minden egyes teremtett embernek lehetősége van. Isten megteremtette a lehetőséget, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, és erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, hogy Jézus, mint ember fia és Isten fia, milyen áldozatot hozott. Hagyja meg az Úr, hogy a szívünk megteljen hálával a szerető mennyei atya kegyelméért, szövetségéért, amit ma is kínál az ő fiába, Jézus Krisztusba nekünk.